Sziasztok! A mai videóban Jani fog engem kisminkelni, és nem hiszem el, hogy én ezt már megint bevállaltam, szóval ez teljesen kész van. Egy karácsonyi sminket fog nekem elkészíteni a saját fantáziája alapján. Én csináltam neki ide lehetőségeket, kitettem egy pár arcra való terméket, és odaírtam, hogy ezeket használhatja arcra. Aztán tettem ki neki palettákat, szemhéjfestékeket és rúzsokat. Úgyhogy ezekből fog most Jani összehozni nekem egy csodaszép karácsonyi sminket. Hát azt nem hiszem. Dehogy nem. Valamit össze fogok hozni, de hogy egy szép sminket, azt nem hiszem. Próbáld meg. Tust azt szeretnél? Meg ilyesmit? Nem, szerintem azt te nem szeretnél. De szeretnél használni? Nem tudom, hogy kell, de a gondolat... Jó. Idehozhat, hát akkor hogy... még hozok neki olyat is. Oké. Na. Hát megnézem, hogy mit mennek ide készítem. Van itt 50 féle ecset. Nem tudom, hogy... miért kell ilyen sok. A tiéd ez nagyon szép volt, valamilyen világos színből keresek. Nem kell olyat csinálni, mint az enyém. Nem fogok, megnyugtatlak. Saját fantázia. Nem fogok olyat csinálni. Tus és szemceruza. Valamelyiket fogom valahová használni. Félek. Vagy ezt mind a kettőt lehet? Uh-huh. Máshová kell. Nem biztos. Melyik... Azzal kell kezdeni. Nem azt akartam kérdezni, melyiket sajnálod legkevésbé? Ez volt a legdrágább, erre vigyázz. Elrakom ugye messzire, hogy ez ne nyúljak. Jó, legyen ez. Ez itt van közel. De azzal kell kezdeni. Ezekből bármelyikkel lehet kezdeni? Kezdhetsz bármelyikkel. Nem számít majd csak egy szerintem. Tehát, hogy... Várjál, kitalálom, hogy melyik mire való. Ez egy... Nem ér olvasni. Mattit. Nem ér olvasni, akkor a szemem is be lehetne kötve. Okay. Lehet, érzem, hogy néz ki. Nem ezzel kell kezdeni, biztos. Nem tudom mi az, de biztosan kell. Ecsettel segítsek, hogy adjak egy olyan ecsetet, ami hozzávaló? Hogy lehetőleg ne olyan ecseteket ízelj össze, amit nem arra... Adj! Ez... egy... valami. Mi ez? Pirosító, pirosító. Ezzel nem szabad kezdeni, ezt tudom. Valami alapozó nincs itt. Hát, ezt úgy gondoltam, hogy ezt... Tapasztalatból nem hozott alapozót. Ez lesz az első. Van korrektor is. Ja, ebből lehet a mindenféle színt kikeverni. Annyit tudok csalni, hogy ezt a kettőt már használt Gabi, látsz meg benne az ecsetnyomok. Ecseted. Ezeket keverted is, nem? És most hová? Hát ezt már nem segítek, mondd, hogy mit csináljak. Fogalmam sincs, hogy, hogy mire való. Aha. De nem erre gondolom. Hát... mi ez? Várjál. Korrektor. Korrektor. Mit szoktál korrigálni? Hibákat, nem? Uh-huh. Fogalmam sincs, hová kell. Szemed alá? Na. Ez az. És mennyi? És hogy? Aha, aha, értem. Ó, hogy csinálom? Hát... melyik szín kéne neked igazából? Mind a kettő keverik. Tényleg keverik? Hogy szoktad most megkeverni így? De mire jó az a nagyon sötét? Kontúrozni. Ne használd. Mennyi kell abban? Én nem értem. Nem tudom. Az baj. Az? Mert és várjál, tükörbe ér neked nézni? Nem. Majd meglepi lesz. Ott egy 2 méteres tükör, oké. Okay. De nem látok el addig. Ezt a szemhéjed aljára igazából nem kéne rakni, úgyhogy nem jól csinálom, na? Ide lehet? Uh-huh. Ide a külsnél? Ha. Akkor megpróbálom még. Jajjaj, ez egy kicsit ott lett. Alsó szemhéjedre is lehet ilyet rakni? Úgyhogy az alsóra, hát oda raktad? Nem, alá raktam. Az nagyon nem jó. De ez nem jobb, ha becsukod a szemed? Én így szoktam mindig. És amikor én csinálom, akkor neked nem jobb, ha becsukod a szemed? Próbálok bízni benned. Oké. Okay. Jó. Na? Ebből eléd lesz szerintem ennyi. Ez fehér. Hová van olyan fehér? Szerintem ez egész arcodra szoktad, nem? Ez a... de pro! Tényleg? Azt tudom, hogy nagy volt, de van egy csomó nagy. Hogy mennyi kell, azt viszont már nem tudom. Óvatosan így bele? Nagyon vicces amúgy. Vagy így? Görgetni szokted, de hogy ez sokat fölvesz? Figyelj, ha nem válaszolsz, akkor nem így nem vesz hát semmit. Nem fogod látni. Ó, ez ilyen egyenlít igazából? Mattit. Hát Mattit. Ja persze, erre volt ráírva a Mattit. Hol rá, mert hajamban nem, mert ma most nem vagy a hajadba. Jó. Merjá, megnézem az orrodon, hogy mennyire matt. Ó, működik. Ki hitte volna? Szerintem elég lesz, jó? Amíg nem fény lesz. Oké, elég lesz. Jó. Na most úgy nézem, pirosítunk.
Igen, azt akartam megnézni, mi ez. Legyen pirosító. Há. Ez a karanyos. Oké. Okay. Tudod, nagyon fog. Tudod, hogy a szemed közepénél nem szabad beljebb vinni. Mi? Ah, mindegy. A szemem közep... Tehát ide nem. Hát nem. Ha, értem. Jó, jó. Értem. Mosolyodj. És akkor szebben meg tudom csinálni. Na most melyik jobb, ha ezt megpróbálom kevésbé? Nem fog kevésbé leszedni, már nem tudod. Aha, akkor így jártál, akkor ez lesz még pirosabb. Utálom a pirosítóban. Miért? Mert nem áll jól. Nézd meg! Amikor úgy szoktam kinézni, mint vannak azok a... Egy olyan kínai baba. Igen, úgy nézel ki egy kicsit. De még több vattító kellett volna, hogy fehérebb legyél, és akkor lenne még jobb. Talán ezek fehér. Mitől leszel fehér? Arcfestéktől. Jó, szerintem ennyi bőven sok, nem pedig elég. A szemed következik. Na, milyen szemed fogsz nekem készíteni? Mi a szisztéma? Ilyen kérdésekkel készültél? Ugye, arra gondoltam, megfogok a gyecsetet, valamelyik szintig választom, és megpróbálom nem rosszul megcsinálni. Ez volt a szisztéma. Várjál, olyanra megcsinálom, mint a karácsonyfa, zöld és ezüst. Oké, okay, zöld és ezüst. Mi? A karácsonyfa nem zöld és ezüst? De, zöldek a levelek és ezüst. Ezüst a vízó, fehér. Ez lesz. Ez van valami arany már most is. Az lehet. Nem most aranyás. Hát nem. Majd, az, majd másik után az elmosom. Na, megnézem, hogy fogja ez az arany. Egy nagyon kicsi, aranyjal lealapozom. Magasra lehet ezzel felmenni, idáig mondjuk. Én ezt nem mondom meg. Nem ér. Nekem ezt honnan kéne tudni? Láttam, mi lesz már valahol? Hát, nem tudom, hány videóm is van. 200, mennyi? Oké, 1-től 10-ig most mennyire csinálom rosszul? Ahol a 10 a legrosszabb. Nem, legyen mondjuk, nem tudom, nem mondok 10-et, mert a szememre rakod, szóval. Most itt kajak össze, ez üstöztél? Igen. Hát nem szóltál, hogy 11. Megnézem egy formácsukba. Nem, még ide hiányzik, biztosan. Aha. Figyelj, lehet, hogy jó lesz. Most már kajak kíváncsi vagyok. Minden sminkelés közepén úgy gondolom, hogy ó, ez jó, ja várjál, nem, a pirosító az, oké, nem lesz jó. Egy kicsit sok a pirosító. Nagyon sok a pirosító, de a szemed még lehet, hogy nem lesz teljesen rossz. Ezzel belenyúlhatok el a kékbe, vagy egyszer egy másik? Belenyúlhatsz. Biztos? Igen. Oké, egy kicsit. Persze, még mozogjál is. Gondoltam, hogy nem feltétlen törlöm le a sminket, hogyha annyira... Hogyha nem lesz olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz, de most már úgy érzem, hogy... Nem tudom, te mire számítottál. Hát annyi videómat láttad már, gondoltam... De látni az nem ugyanaz, mit megcsinálni, nem gondolod? Jó, de attól még tudhatnád, hogy mit hova kell. Olyan, mint amikor vezetsz, tudod az elméletet, attól még a gyakorlat az rossz. Na, látod, látod. Az... Próbáld meg, szerintem kíváncsi vagyok rá, hogy miért tudsz csinálni. Hát, én is. Annyit látok a tükörbe, hogy itt nagyon rózsaszín, de semmi mást egyébként. Csak annyit, hogy brutálul rózsaszín. Annyit? Meddig csinálod? Nagyon-nagyon picit nyúlok bele, mert nem merek többet fölvinni, mert akkor nagyon kék lesz. Szemhéj kész. Ezzel nem kell valamit rázni, vagy ilyesmit? Nem. Tusvonalat fogunk csinálni, ő fog tusvonalat csinálni. Nagyon profi vagyok, kipróbáljuk papíron. Nem. Kipróbálom a kezemet. A papírom jön ezzel? Mert ne. Meg ne így a hegyét, mert akkor a hegyét a szétfogod. Aha, így. Így oldalra. Igen. Mert ez a kedvenc tusom, úgyhogy ez az egyetlen tusom. Miért ezt hoztad ide? Mert csak ez van most. Jó. Szórakoztatás kedvéért megpróbálom. Ne szemből. Megtesd rá. Igen, a végét azt nem fogom szépen megcsinálni tudni, az biztos. Most nézd meg az ujjad. Jól néz ki. Mindegy, a kezem is így néz ki. Ez hogy jönne? Sminklámosolva. Szerintem neked jobban kell attól aggódnod, hogy ez adjál le mindenken. Baszta, milyen vékonyat húztam. Hú, de ügyes vagyok. Ezt nem is húzom át még egyszer, pedig nem egyforma, de... Büszke legyél rám. Ops. Semmi probléma. Csak kisodrottunk világűrben. Tessék. Kisodrottunk világűrben. Egy kicsit vastagabb helyenként, mert nem látom és nem érzem, hogy kell. Elég volt szerintem ebből. Oké. Okay.
Mi legyen az? Ez ledező a csat. Igen. Erre? Hol nem. Igen. Na. Mi van még? A szád van még? Igen. Aha. Ez nagyon bordó, ez nem illik a türkiszhez. Az alapján legyen ez, hogy a szemednek átmenetes a színe, és ennek pedig a doboza átmenetes színe. Aha, jó. Ezt szeretted használni, mert nagyon kevés van benne. Igen. Hát így nem. Ezt csak kenni nem tudja. Uh-huh. De ezt erősen kell kenni ennyire. Uh-huh. Ajaj. Ez annyira vicces. Ez nagyon jól néz ki. Egy kicsit kiánt. Hol? Itt. Kézzel el? Uh-huh. De mi csinálom? Annyira vicces. Jaj. Kész. Megnézhetem? Nagyon lájtosan. Várjál. Gondolkozok, hogy... Miresítel egy kicsit a szívlet. Megnézhetem? Aha. Szerintetek? Nektek tetszik? Igen, megmutatjuk közel is. Tesz! Amikor kicsi voltam és voltak azok a Barbie babáim, na azoknak tök ilyen sminkük volt, hallod? Hát Az elgondolás jó? Hogy mit szólsz? Ez is alapvel ez a türkisz kifelé. Nem. Miért? Nem tudom. Olyan... Nyilván nem jól csináltam meg. Na fura. Hát jó. Tadá! Ez lett volna szép... Karácsonyi smink. Én is csináltam egyet, azt megtaláljátok még a csatornán, az talán ennél egy kicsit jobb lett. Nem biztos, de lehet. Talán. És... igen, úgyhogy ennyit lettünk volna mára, és örülök, hogy nem lettek túl koszosak az ecseteim. Szóval na látod, úgy... vigyáztam mindenre, rád is vigyáztam. Okay. Akkor... Nem sikerült a végeredmény, igen. De legalább nem rontottam el semmit. Akkor ezt most én letörlöm, és... ja, ennyi. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, és találkozunk holnap. Sziasztok! Sziasztok.